Szent Korona Rádió. Egy tiszta magyar hang. Az, amit Agócs Józseftől idézek, nem azért létezünk itt a Földön még mindig, mert ez tudásunk egyenes következménye, hanem annak ellenére, hogy néhány határesettől eltekintve mindent rosszul tudunk, már amiről tudunk. És hogyha még ehhez hozzátesszük azt, hogy azt sem tudjuk nagyon sokszor, amit tudhatnánk, sőt, amit tudunk, az igen sok esetben eredendően hamis, hazug, akkor még inkább átérezhetjük helyzetünket és sorsunkat is, hogy miért ilyen és miért tudunk nehezen védekezni. Ha magyarokról van szó, hadd idézem Barabási Lászlót, ő székely, itt most egy pár idézetet előadok, Csíkszeredán él, jó pár könyvét éppen, hogy miattuk ki, és roppant sikeresek, székelyekről és magyarokról ír. Tehát itt most magyar nyelvről lesz szó, annak titkairól, de ez elválaszthatatlan a magyar léttől. Hát természetes, nem? Idézem tehát Barabási László, de felém van figyelmet, ő Erdélyben él, Csíkszeredán, tehát az ottani helyzet szemszögéből ír, mondja mindezt. Én, mint székely, székely nacionalista nevelést kaptam. Így igaz, mert székely vagyok, s nem francia, angol, spanyol vagy orosz. Akkor büszke nemzettudatom lenne. De nálunk ez nacionalizmus, irredentizmus, sovinizmus. A régi román helyzetre értve. Ha jól belegondolok, a magyarsággal kapcsolatos közhasználatban lévő szövegeket is, mintha humorista írta volna. De komolyan kellett venni, nem lehetett rajta nagyokat röhögni. Akik mondták, azok mögött ott állt a rendőrség, a titkos szolgálat, a párt. Csak az volt jó, hogy tudtuk, tőlünk nyugatra van egy ország, ahol szabad magyarnak lenni. Azt hittük, hogy tudjuk, pedig csak hittük. Jó középkorú ember voltam, mikor kiderült, hogy ott még jobban félnek attól, hogy magyarságukat hangoztassák, mint mi Székelyföldön. Nagyon csodálkoztam. És a könyvbe megy tovább a szöveg. Mi ez a nagy súly rajtunk, honnan fakad? Ez bizony a nyelvünkkel is nagyon összefügg. Akik iskolába járnak, vagy egyáltalán tévét, rádiót, újságot hallgatnak, újságot olvasnak, rengetegszer szembe találkoznak, hogyha adatik egy szó, akkor azonnal mondják, hát ez szláv nyelvből vettük mi át. Vagy innen, vagy németből, vagy akárhonnan, de az utóbbi 120 évben mindenképp alapvetően a szláv nyelvből. Csak hogy kérem, mint elején említettem, ez is a sokféle hazugság egyike. Mindenképp azt akarják bemesélni nekünk, hogy mi valami vert hordaként jöttünk ide a Kárpát-medencébe. Csak hogy, és azután a nyugat bennünket megnevelt, mert nagyon rosszak voltunk, és kultúrát adott nekünk. Erre csak azt tudom mondani, hogy éppen fordítva volt. Most tessék elképzelni egyrészt a bemenekülést, hogy jönnek a besenyők, támadják a magyarokat, csak hogy hát az idejövők jó része ökrös fogaton jött. Szóval Götz László jött rá arra, hogy micsoda dajka mesék ezek. Most tessék elképzelni, mondjuk 2000 kilométeren keresztül, hogy ott robog Lóháton a 200 méterre a
a besenyő katonaság, lóháton vágtatnak, és mögöttük meg ökrös fogaton menekülnek előlük az emberek, és nem érik utol őket. Szóval ez egy akkora képtelenség, és több ezer kilométeren keresztül az ökrös fogatok győznek sebességben a lovas hadsereggel szemben. Tehát ez nem lehetséges. Ugyanakkor arra sincs magyarázat, hogy amikor a bejövők éppen bejöttek, vert hordaként pár év múlva Európa legerősebb államává vált. A Kárpát-medence ugyanakkor azt állítják, hogy többet, kevesebbet mondván, hogy átlagban fogadjuk el, hogy jött 300 ezer ember, és 300 ezer embernek mondjuk a fele nő, egyharmada öreg, egyharmada fiatal, tehát marad olyan 50 ezer ember, akik fegyvert tudnak forgatni. És 50 ezer ember sakkban tudja tartani teljes Európát. Gondolják, hogy ez lehetséges? Mi a titok nyitja? Az, hogy a Kárpát-medence bőségesen lakott terület volt, mint mindig. Na, ezt nem szeretik hallani. Múltkor a televízióban felfigyeltem, hogy két professzor úr kifeküdt a fotelokban, és éppen végzős egyetemisták ültek velük szemben. Szóval, hogy mennyire nem figyel föl az ember a dajka mesékre. És azt mondja az egyik professzor úr, hogy hát van adatunk arra, hogy a hunok, amikor kimentek innen, itt maradt 2000 hun vitéz, Csigle mezején telepedtek le, tehát, mondták válaszul aztán az egyetemisták, hát igen, tehát amikor jöttek a magyarok, akkor volt itt 2000 hun, nem volt több ember a Kárpát-medencében. Ezen a közönség nyilván megnyugodott, hát itt maradt 2000 hun, és aztán ők várták a magyarokat. Csak hogy tessék elképzelni, az senki ki nem gondol utána, hogy 450-től 895-ig több mint 440 év telt el. Hogy várhatott volna az a 2400 valahány évet, és hogy itt nem volt senki más, tehát se menyecske, se semmi, hát akkor hogy van? Tehát ez is egy rettenetes dajka mese, nem szabad elhinni. Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a bejövők voltak 300 ezeren mondjuk, az itt lakók pedig olyan jó másfél millióan. Tudnék, azóta sok minden kiderült, és az ásatások is igazolják, hogy egyébként utóbbi 3000 évben 30, majdnem 40 ilyen bejövetel voltunk, akik elmentek, azok jöttek. És mindig az történt, hogy a bejövők egyszerűen beolvadtak az itteni lakosságba. Ez is tiszta bizonyítéka annak, hogy a nyelvünk a Kárpát-medence ősnyelve, eredeti nyelve. De annyira, hogy több tízezer évre is vissza tudjuk vezetni. Az első nagy felismerés Grover S. Kranz nevéhez fűződik, aki rájött, megírta az Európai Nyelvek Földrajzi Kialakulása című könyvét, ő amerikai kutató volt, és arra meghökkentő eredményre jutott, hogy a magyar nyelv, tehát az a nyelv, amelyet mi magyarnak nevezünk, legalább tízezer éve itt van a Kárpát-medencében, ha csak nem régebb óta, de azóta már úgy sejlik, hogy ez a nyelv a Kárpát-medence ősnyelve, mi több, ez a nyelv ősnyelv. Tehát nem tízezer évekbe kell ezt mérni, hanem sokkal-sokkal régebb, vagy hosszabb távon. Na most ezek mind ilyen, mind hihetetlennek tűnnek, mert nem ezt tanulta senki. Most adjuk ki Juhász Zoltán matematikus és népzenész könyvét. Ő elképesztő egyszerűséggel bebizonyította, hogy a
az ötfokú zene, tehát a pentaton zene a Kárpát-medencében született, és innen terjedt szerte szét. Hát az se 20-30 ezer éve lehetett, amikor ez megszületett. Ugyanakkor rengeteg új adat jut hozzánk, bocsánat, kicsit köhögcsélek, a Simon Péternek köszönhető, sokáig élt Kanadában, felfedezte, hogy az idősebbek gyerekkori indián regényeiben szereplő Sioux, azaz Dakota indiánok, hát azok a legközelebbi, lehető legközelebbi rokonaink és nyelvrokonaink. Én hallottam Magnószallagon is egy éneket, egy kecsua éneket, hát bizony könyszökik az ember szemébe érteni a szöveget. Nem könnyen, de valamennyi, szóval egész jól azért mégis megérthető, még a dallam is tökéletesen ismerős, megrakták a tüzet, mégis elaluszik. Ugyanígy a kecsuáktól kezdve, csak hogy ez nálunk tiltakozik a tudományos hatalom mindez ellen, például Japánban eleve azt tanítják, már közeli rokonainkám, hát hunok ők, nyelvben is, ők úgy tanítják a gyerekeknek, hogy a példaképpen, hogy úgy vagyunk rokonok, hogy a nyíl tollas vége Japán, és a hegyes vége pedig Magyarország, lévén, hogy turáni népek vagyunk. Na most, tehát mindenképp a genetika is ugyanezt mutatja, hogy gyakorlatilag a mi műveltségünk, nyelvünk fizikailag is, az ősnép vagyunk, mi 67%-ban hordozzuk, pedig sok vegyes lakosság is van az országban, 67%-ban hordozzuk a világon egyedülállóan az ősgéneket. Szóval valahogy úgy kell elképzelni, hogy mi a Kárpát-medencéhez kötődünk ősidők óta, miközben mióta van Anglia? Mióta van Franciaország? Kérem, 1000 évvel ezelőtt még nem létezett az a nyelv, amit ma angolnak nevezünk, 1200 évvel ezelőtt még nem létezett az a nyelv, amit ma franciának nevezünk, és így tovább. Ezek mind újdondász alakulatok. Ugyanakkor megkérdezem, melyik legrégebbi, Európa legrégebbi országa? Magyarország. Nem szerepel a tankönyvekben, de megnéz az ember az idődátumokat. De hát hozzátehetjük, hogy avarok is vagyunk jobbára, hunok is, és így tovább visszafele. Krisztus előtt 36-ban is alakult itt egy magyar nyelvű állam. Bocsánat, melegszik az idő. Tehát mindenképp tudomásul kell vennünk, ha tetszik ez sokaknak, hanem, hogy mi itt őslakók vagyunk. Most visszatérve a nyelvünkre, említettem már, hogy örökké azt súlykolják a gyerekekbe egyetemen, nem csak általános, egyetemen, főiskolán is, hogy mindent mi átvettünk. És ez egy ilyen zagyva nyelv, amit mi beszélünk, mert hogyha innen mindent honnan összeszedegettünk volna valamit, akkor eleve zagyva lenne a nyelvünk, tudok számtalan ilyen nyelvet is mondani természetesen, de a magyar egyáltalán nem ilyen. Hogy ez lehetséges lenne, a Japántól Kecsuáig, a Sioux indiánokig, az ógörögökig, stb. 5-6 magyar nyelvésznek évezredekig járnia kellett volna a világot, hogy összeszedegesse azt a szókincset, amelyet mi használunk. Ez könnyű belátni, hogy lehetetlenség, tehát az átvételek minden esetben pont fordítva zajlottak, megengedve, hogy vannak madárlátta szavaink is, például a kórus szó, hogy tudjuk, hogy latin szó, csak hát előbb a mi nyelvünkből került oda, utána vissza, mert gondoljunk csak a káricál szóra, kornyikál, stb. A korhor az kellemetlen hangot jelent.
Na de ezt mondják a magyar nyelvészek, hogy ez egy szedett-vedett nyelv, de hadd említsek külföldieket, hogy egy külföldinek, aki érti a magyar nyelvet, mi a véleménye. Grimm Jakab meseíró, az egyik Grimm testvér, hozta létre az első német tudományos nyelvtant, ezt mondta, a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet. Egy Erzberg bécsi tudós, körülbelül abban az időben, olyan a magyar nyelv szerkezete, mint a nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság. George Bernard Shaw drámairól nem kell bemutatnom. Az amerikai CBS-nek egy hosszú interjújában beszélt a magyar nyelvről, mert tudott magyarul, és ezt mondta, bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált, ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszor pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. Már említettem Grover S. Krancot, őtőle idézem, a magyar nyelv, hogyha fölmérte, hogy melyik nyelv mióta létezik itt Európában, a magyar nyelv ősisége Magyarországon meglepő. Úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv megelőzte az új kőkor kezdetét, az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégibb. Ove Berglund, svéd orvos és műfordító, az 2003-ban mondta, ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, a magyar nyelv az emberi logika csúcs terméke. Tellerede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta a Pakson, új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar. Úgy tűnik, utána nézett a szavaknak. Tudnék, el kell kezdeni nézegetni a szavakat, amitől mindenki borzong, tiltakozik. És nem tudom, észrevették-e, hogy míg Magyarországon valaki elkezd amatőrként csillagászkodni, nézi a csillagokat, a csillagászok azonnal, na, ez gyorsan végez. Jó, persze. Hogyha valaki csillagászkodni kezd, akkor azonnal segítséget kap a csillagászoktól, jutányos áron minél nagyobb teleszkópot, szakirodalmat, felfedez valamit, azonnal közlik, stb. Ám figyeljék meg, ha valaki Magyarországon nyelvészkedni kezd. Egyszer szavakat, nem nyelvész, szavakat elkezdi figyelni. Korántsem nehezebb, mint a csillagászat egyébként. Sőt, az ember érti, eleve úgy született, hogy az anyja megtanította utána rövidesen a nyelvet. Ha valaki elkezdi kutatni a szavaink életét, azonnal siserelhat, szakad a nyakába, tudnélik Magyarországon nyelvészkedni, szigorúan, tilos. De nem húzom ezzel az időt. Bocsánat, itt kis keveredés történt. Nincs idő a nyelvünkről, vagy szerkezetéről hosszasan beszélni, de hogy az emberi logika csúcs teljesítménye, ez szerepel nagyon sok idegen ítéletében, miután megismerte a magyar nyelvet. Az pedig ilyen összeszedegetett nyelv nem lehetett. Én két kis példát említek erre. Akkor még előtte a lényeg. A mi nyelvünk ősnyelv,
és valamikor, lehet az akárhány tízezer év, tudomány nyelvére szervezték át. Bolyai János is leírta, hogy sok nyelvet sok nyelven beszélt, hogy megpróbálgatta, hogy az ő gondolatait, hogy melyik nyelven lehetne legtömörebben leírni, és rájött, hát bizony arra magyar nyelvvel legalkalmasabb, csak le kellene porolni egy kicsit. Most mutatok néhány példát arra, hogy mi észre se vesszük ám, hogy mennyire a tiszta emberi logikára épül a nyelvünk. Például azt mondom, hogy de. Ez egy állítás. De. Viszont azt mondom, bővítem, dehogy. Azonnal. Mert de is, meg a hogy is, az erő állítás azonnal tagadássá válik. Ha azt mondom, hogy így írom, azt mondom, hogy dehogy nem, akkor az nagyon erős állítás. Kis Dénes fedezte föl, hogy a mi gondolkodásunk, nyelvünk a kettes számrendszerre épül. Egy, kettő, sok. Tudnélik a de, mondjuk az első számjel, ez a második, és ezen erős állítássá válik, tehát átugrottunk a következő helyértékre. De mondhatom azt is, hogy alig, ezzel bizonytalan, alig. De azért mégis állítom, hogy alig ugyan, de mégis. De hogyha azt mondom, hogy alig ha, tehát ez plusz, mínusz, tehát egyszerűen alig ha megfordul az értéke, tagadok. De ha alig ha folytatom, tagadással, alig ha nem, azonnal átvált állítássá. Tehát így cikkázik az agyunk, és a teljes nyelvünk, szókincsünk, beszédünk, mondataink így épülnek fel. Nem veszük észre. Mondok még egy kis példát. Nagyon messzire visszavezethető Hermes Trismegistos szövege. Semmi, ami létezik, nem üresség, csak a nem létüresség, amely idegen a létezéstől. Hiszen a létezés sohasem lehet üres. Ez a gondolkodásmód, mindjárt mutatom, ehhez kapcsolódik, és jóval tízezer évvel ezelőtti időkre vezethető. Ezt tudni kell, ha azt mondom, hogy köszönöm, ez egy ilyen csoda szerkezet. Köszönöm szépen. Ha azt mondom, hogy sincs, tudni, mi a nem létezést egyszerűen csak rettentő kacifántosan tudjuk kifejezni egész tagadásrendszer segítségével. A sincs szó összevont alakja a se nincs. Nincs szónak. A sem nem egyéb, mint a se és a nem összevont, kiejtésben összevont alakja. A semmi az nem egyéb, mint se, nem, mi. És a mi alatt valamit tessék érteni. Tehát se nem valami. Az a összevontan semmi. Na most tessék csak elgondolni, hogy ezt tudjuk, akkor micsoda
plusz-minusz rendszert járunk végig, azt mondjuk, hogy semmi sincs. Amit az angol úgy mondta, hogy there is nothing, azt mi nem tudjuk elmondani, mert nekik az semmi nincs, az asztal, mit a németben az asztal nőnemű, meg ki tudja micsoda. Tehát az, hogy semmi sincs, csak úgy tudjuk elmondani, hogy se, nem, mi, tehát valami, se, nincs. Ez egész bonyolult rendszer, de nem tévesztünk. Szóval tényleg az agyunk úgy működik, a nyelvünknek alapvetően a nyelvünknek köszönhetően, mint egy gondolkodó gép, de egyébként nem egészen, mert... És akkor így lehet megérteni, még egy példát mondok. Ki tud valamit arról, hogy mit jelent az egyetlen egy? Csak egy, igen. Az előbbi mintára, hogy de, dehogy, dehogy nem. Pontosan így működik valamit, az, hogy csak az az egy van, hogy egy. Egy az etlen vagy telen, mindegy, kezetlen, kéztelen, teljesen mindegy. Egy telen. Tehát egy ez állítás, egytelen tagadás, és utána mondom még, hogy egy. Újból állítok, és ezzel egy hangsúlyos állítás újabb helyértékre jutottam, egyetlen egy. Bocsánat, itt a szél csodát tett nekem. Még egy kis apróságot hadd mondjak a nyelvünkről, hogy nálunk a magánhangzók nem számítanak. Pitty, kihagyhatjuk. Nem egészen. A szavaink gyökökre épülnek, majd beszélek róla. A mással hangzók hordozzák a jelentést, a magánhangzó tetszőleges lehet bennük. De az sem teljesen tetszőleges, hanem a mély és a magas hangrenddel időt, távolságot, minőséget jelölünk, ezt se vesszük észre. Hogy például azt mondom, hogy ez magas hangrendű közelít jelent, a mély hangrendű távolít az ide, magas hangrendű, oda, mély hangrendű. Innen, magas hangrendű, onnan, mély hangrendű. Védekezünk. Vagy csak kis apróságot még. Azt mondom, hogy hogy vés, az kis karcolás jelent, például a vésnök. Viszont aki váj, vagy vás, például az pedig azon mély hangrendű á került beléje, akkor eleve vájat, vájár, tehát nagy lukat gondolunk. És érdekes még, hogy mit tudom én, a vásot, vás vagy vés az ugyanaz, hogy a vásot kölyök helyett azért nem mondjuk, hogy vésett kölyök. De amiatt, hogy a mással hangzók hordozzák a jelentést, össze is keverhetjük a gyöknek a hangjait. Össze is keverjük, mert nem számít nekünk. Bármi hihetetlen, ezért sem gondolkodunk. Azt mondom, hogy sivít. Az el... Tessék csak megfordítani. Visít. Hát nem mindegy. Töpörödött például, töppet. Tessék csak megfordítani. Pöt, mint pöttöm.
nem írom, csak kérdezem. Vaj Ákos, ha vajt megszordítjuk, fordítjuk, javas. Csap, csapkod, csapot fordítsuk meg, pacskol. Rúd, fordítsuk meg, durung. Rög, megfordítjuk, göröny, így van. Kicsi, kics, csek, csekély. Csip, csipetnyi, csak csé helyett C-t mondunk, pici. Fanyalog, nyafog. Túros, túr, rúd, úgy, ahogy mondják. Mos, mosoly, somoly. Köp, pök. Ri, sír. Kes, mint keskeny, sekély. Var, néha magasan redeke váltani, reves például. No, szogat, csak út kell ejteni, unszol. Ingyen. In, nincs. Csebe, azt kérdeztem, csebeg, csebe. Fecseg, és így tovább. Nagyon sokszor egy külföldi, aki úgy, ahogy megtanul magyarul, ezt nem érti, hogy működik az, hogy mi ezt értjük. Hogy nem okoz gondot a napi életben, sőt, még el is játszunk ezzel, és ez is rettentően bővíti a mi szókincsünket. Még egy apróság, a gyökrendszer. Ha valaki, szoktam ajánlani az Ország Lászlóféle magyar-angol szótárt, kérem, tessék megnézni, ez nem elmélkedés kérdése, bele kell nézni a szótárba. A ker valójában vagy mély hangrendbe írom inkább, de mindegy, melyik ko, vagy zöngés változata go, de ko, ki, ke, ku, ku, akármi lehet. Ennek a jelentése annyi, hogy ami görbére hajlik. És itt már a korongtól a gördülig bármit megtalálunk. És hogyha megnézzük a szótárt, tessék megnézni, a ko vagy go, tehát ko, ke, ki, bármelyik magahangzó, elkezdik nézni a szótárt, végül az jön ki, hogy körülbelül 70 oldalon keresztül csak ez van, nézzék meg, kérem. Minden szó ezzel kezdődik, és jelentésének megfelelően valamiképpen görbére hajlál, kóvályok, kóborog, az mind görbére hajlik. De hogyha beleszámítjuk még az előtéteket, tehát át, meg, túl, stb., tehát túl gördül, vagy át, gurul, stb., azt kapjuk, hogy legalább 100 oldalon keresztül csak ezzel a gyökkel kezdődnek a szavaink. És kérem, a szótár 1000 oldalas. És hogyha megnézzük például a ho, vagy a to, stb. Gyököket, ugyanezt látjuk, nagyjából a kis szórás van. Egész egyszerűen az a végeredmény, hogy 10-nél alig ha áll a nyelvünk 10-nél több szóból. Nem vicc. És épp emiatt bármennyi szót tudunk teremteni, tudnilik mi nem véletlenszerűen nevezünk meg valamit, ahogy például az angol gondolja, vagy a német, hogy csak egy szóhalmaz, hanem minden hangnak mély értelme van a mi nyelvünkben. Mondok egy példát. Utolérhetet, nem találnak olyan nyelvet, amiben ez ilyen
egységesen működne, és nem is működött egységesen, csak a mi nyelvünkből, tudnék, a többi nyelvek általában a mi nyelvünk leány nyelvei. Tehát a jel, például megírtam a jel című könyvemet, és már megvan az angol fordítás, lassacskán kiadjuk, de címet nem lehet lefordítani. Pedig olyan egyszerű, hogy sign, de az nem azt jelenti, mint a jel. Mert mit jelent a jel? Figyeljük csak, jeles. Excellent angolban. Jelentékeny, significant. Jelentős, full of meaning. Tehát, hogy nem, milyen ki az tökéletesen működik, egy alapszó, egy alapgondolat, és ez a jel, figyeljék még. Jeleskedem, jelentéktelenségbe süllyed, jellemes, mert jeles, jelen, jelölt idő, jelenben, jelez, jeles, jellegzetes, jelen, jelenség, jel, jelez, jelentkezik, jelet kap valaki például, jelölt. De ezeket sokáig lehet ragozni is, ám csak ezek alapesetek. Jellemez, jelentés, jelző, jelmez, jelenet, jellem, jelkép, jelenet, jelentés, jelenés, és így tovább. Mi így alkotjuk a szavainkat. Megnézem, hogy időben hogy állunk. Most a második részre térek, megjegyezve, hogy órákig lehetne bizonyítani, hogy a nyelvünk, szókincsünk hihetetlenül szilárd szerkezetű szókincs, és ez még ma is egyben van. A régi nyelvünkre jellemző, az eredeti nyelvünkben nem volt S hang. És ezt a csángók őrzik, meg még valakik. Például Lakatos Demeter egyik verséből. Csak az Isten tudja hányszor, nem ettem, mégis lúza alatt nyáron szültültem. Szokszor átkoztam magamban a gazdát, mégis szeretem halálék Moldovát. Tehát, hogy egyszerűen nincs, nem volt S hang, és ennek a segítségével hihetetlen távolságokig el lehet jutni. A csángok beszélnek még mindig így, néha belopják az S hangot, már székelyek kirőgik őket, hogy miért ilyen sziszegő a beszédük, csak hát ők meg nem tudják, hova szokás a székely vagy magyar vidéken rakni az S hangot. Például csángot magyart mondom, cendez, csendes, édes, édes, filesz, füles, ház, ház, mesze, mese, meséből, messzéből, MB változattal a mesze, ebből a beszéd. Most, most, segít, segít, szok, sos, sok, szóz, sós. Na most azt hiszük, hogy ez ilyen nagyon ősi hagyaték, olyan értelemben, hogy nálunk aztán már minden rendben, hogy ezt már elvesztettük. Hát a szavaink döntő része még mindig ilyen. Sorolom, csak egy-két példát. Arasz, bősz, csipesz, csupasz, degesz, dagasz, egész, eresz, gyász, halász, pimasz, retesz, szakasz, támasz, tapasz, tavasz, tenyész, terpesz. Ki ne tudná ezt vég nélkül sorolni? Bocsánat, itten a zavar. De olyan szava, rengeteg szóba is belefagyott ez az ősi S, jelezvén azt, hogy bizony mi ezt az ős nyelvet beszéljük. Például a J, például azt mondjuk szakajt, a J, S-ből jélet, a szakaszt. Tehát szakasz, vagy felejt, az felesz, t eredetileg.
És így van nyugosz, horgasz, vagy például a lyukasztból világos, hogy lyukasz, nem lyukas, hanem lyukasz az eredeti szó. Még egy jellegzetessége van a nyelvünknek, ami segítségével sok helyen felismerjük szavainkat, a kettős magánhangzó. Szakjelven úgy mondják, hogy diftungus, például a kórógyi szöveg, áotjáorta a fista saunkát, vagy kitettük az ijegetőt a máukba, a sértődik, vagy ortoboáol, ordibál. Na most, hogy lehet felfedezni a szavainkat? Alapvetően ilyenekből, meg fülhallás után. Nagyon jól. Kiejtés rettenetesen változhat, például egy korogyi beszél egy felvidékivel, az ember azt hinni, ezek egy külföldi azt hinni, ezek egy mukkot nem értenek egymás beszédéből, ugyanakkor remekül elbeszélgetnek. Hiba nélkül. Tehát a fülünkre bőségesen hallgathatunk. Na most, én még azt mondom mindenhez, mert azt mondják, hogy kb. 8-900 évvel ezelőttről van a nyelvemlékünk, írott emlékeink, az Ó Magyar Mária Síralom meg a gyászbeszéd, halotti beszéd, hát van sokkal régebbi, kérem. Rengeteg, el se tudjuk képzelni, mennyi írott emlékünk van, magyar írott emlék. Csak hát ki kell bogarászni. Én most, hogy a nehézséget lássuk, illetve a módját, én most kérek valakit, aki ismeri az angol ABC-t, ami tökéletesen azonos az egykori latin ABC-vel, és én mondok szavakat, írja le. Akik vállalja, azt kell eljátszania, hogy ő egy külföldi utazó, egy mukkot nem tud magyarul, de nagyon szép szavakat hallott itt Magyarországon, magyar szavakat, és azt leírja az ő ABC-vel, hogy otthon majd elmesélhesse családjának, hogy milyen szép magyar szavakat hallott. Ki vállalja? Jöjjön! Például hallja azt a szép szót, hogy köd. De jobb lenne, ezt így nehéz elolvasni, bocsánat, nyomtatott betűkkel. Ki tud angolul? Legyen szíves angolul elolvasni. Kot, körülbelül. De azt mondom, a témánál marad, vagy idő. Hallott ezt a szép szót, és otthon is el akarja mesélni. Hangosan, angolul felolvasva, eto. Na, kezd eltűnni a szavunk. Mondok még szebbet. Gyönyörű. A DI-vel szokták írni a G-t. Én most ráérek tovább keresni a papírjaimat. Tessék, nincs, de DI-nek szokás írni. Kezdődnek a bajok.
Tudnilik a latin ABC-t, most ne is az angolt mondjuk, már egész más hangképzéssel beszélnek, hogy a latin ABC-ben végülis 19 hang van, mert XY meg ilyesmi nem kell nekünk, de abból is csak 8 olyan, amelyik a mi hangjainknak megfelel. Jó, ez is egy eredmény, lehetséges eredmény, teljes, tökéletes megoldást nem is várhatunk. Na, köszönöm szépen. Szóval itt kezdődik a baj, hogyha egy idegen, nem is kell idegennek lenni, egy idegen ABC-vel leírják a mi kiejtés, vagy a kiejtett szavainkat. Abból egy természeti katasztrófa származik. Ember nem ismeri fel, és akkor tudósok évszázadokig vitatkoznak, hogy ez a szó mi lehet. Vagy akár csak ez. Na most így értjük meg, például, hogy a halotti beszéd, vagy Ó Magyar Mária Siraldon, figyeljék csak meg! Azoknál a szavaknál, amelyekben lévő hangokhoz van megfelelő betű a latin ABC-ben, az hibátlan szöveg. Vagy szó. Ám a szóban olyan hangok szerepelnek, ami nincs a latin ABC-ben, az érthetetlen, vagy nehezen érthető, és ezért azt mondják, hogy hát az a magyar nyelv más volt. Kérem, az 1000 évvel ezelőttiekkel ugyanígy el tudnánk beszélgetni, hibátlanul egy-két szó módosult, például, hogy hullottja helyett ma azt mondjuk hullása, és így tovább, mert ugyanez a helyzet, hogy leírják, hogy gimilc. De ugyanígy róttan is felmaradt ugyanez a szó, az meg az, hogy gyümölcs. Na most egyszerűen tisztelegni kell a bötüvető előtt, hogy ennyire felismerhetően ki tudta izzadni a latin ABC-ből a gyümölcs szót. Na most úgy ezek a gondok jönnek elő, ha más, mindig más gondok jönnek elő, attól függően, hogy melyik ABC, melyik nyelvhez kötődő ABC-vel írták le azt a szót. Ez örökkül szomlik. Egyelőre nem árulom el, hogy milyen korból való. Ez ugyanúgy kicsit furcsán leírt szó. Segítek az elején, tákol. Mai úgy értjük, hogy tákol. Vagy azt írom, hogy termény, úgy igaz. Azt írom, hogy biztos, ez a sziszegős beszédet ne felejtsük. Biztos. Biztos? Ez mi lehet? Piszínos. Bizonyos, igen. Törlök, hogy nagyon lent van. Most akkor kicsit nehezebbet. Nehogy eltéveszem. Pöröl! Ó, hát ez így remek, remek. Na, akkor mégis, még nehezebbet. Így. Bosszú, pontosan.
Néha kiesik egy szóból egy magánhangzó, bekerül, és így tovább. Azt mondom, hogy ez már nehéz. Ez kiesett mára. Több össze-vissza cserélődik. Boltos. Pio. Pióca, piázás, stb. Hát ez régi szép magyar szó. De azt mondom, hogy piosz, az S sok esetben S-é vált. Piás. Azt mondom, hogy piószisz. Hát már világos. Piázás. Az is a pi, ez a pisitől kezdve. A belga pisz nevű, majd a szobor neve, a szép magyar szó ám egyébként. Na most mondok egy... Nem gyanús még? Ahogy, ahogy mondjuk. Mi már régóta az ógorok szókincsben torkálunk. Még egyet. Még ez a segítségén, hogy a segítségül, hogy pi ta notis. Ez mi lehet? Az előbb a pistos, piszonyos. Ez bizony a bizonyítás, úgy, ahogy van, de itt TH-val, ugyanaz a TH, mint itt. Régi szavunkra kell gondolni, és akkor nem. Aki túlzottan elbizakodott, pit helyett a bizt kell, segítek, bizákos, felfuvalkodott. Na és hogyha azt mondom, hogy homopitekusz, szép magyar szó, hogy elbizakodott, felfuvalkodott ember. Kérem, vég nélkül ógörög szókincsben jártunk. Nagyon egyszerű a helyzet. Az 5000 évvel ezelőttre tehető a történelmi kronológiai táblázatokban, amikor az ma ógörögnek nevezett nyelvű változat levált arról a nyelvjárásunkról, amelyet a csángók ma őriznek. Kérem, vég nélkül, de nem csak a egyes szó, hanem a ragozás jó része is. Ugyanaz, van, ami egészen más, ógörögben vannak nemek, vagy például a helyhatározót a szó elejére tették, nem mögé, például en délos, az oszt sokszor elhagyhatjuk, például azt ma úgy mondjuk, hogy délen. Tehát, hogy elé került, és akkor ilyen, de a szisz, például a nomesis, az nyomozás. De akkor egész mondatokat is megértettünk, most csak tőmondatot, hogy kallimos portezis. Mi lehet? Nem kell sokkal, kellemes portyázás, úgy, ahogy van. Vagy például ortoboául, ez a díszes magánhangzós szó, ez ógörög szótárban is megtalálható. Vagy móké, móka, mókosz, mókás, mókézisz, mókázás, és így tovább. Körülbelül 3000-re tehető az a szókincs, ami még ma is elég jól megérthető az ógörögben magyarul.
Nehogy azt higgyék, hogy ezt én fedeztem volna föl. Megírtam a könyvet, bemutattam. De ezt 1860-ban jelent meg az úgynevezett cucor fogarasi szótár. A cucorék még eszükbe se jutott, hogy ez bizonyít, vagy egyszerűen erről külön beszélni kéne, hanem ott adnak a szavak, magyar szavak, tessék megnézni. Egy szó, hát az ógörögben ezt így mondták, a szanszkritban úgy mondták, és így tovább, hogy mondják, latinban is, hogy hangzik. Ez egyszerűen természetes volt. Aztán jött a nagy agymosás, különösképpen a kiegyezéssel, mert mindennek ára van, és akkor 1824-ben jelent meg, dr. Acél József, ógörög nyelv tanára volt, a Filmei Lánygimnázium igazgatója egyébként volt, újra felfedezte ezt. És megírta a könyvét, de aztán megint az is feledésbe merült. És akkor én a cucor gyökrendszer szerint dolgoztam fel újra ugyanezt. Tehát korántsem arról van szó, hogy valami világrengető dolgot fedeztünk volna föl, csak kilugozták teljes mértékben az agyunkból mindezt. Szabédi László, ő erdélyi nyelvész, 73-ban jelent meg az a könyve, amely nyelvész, az a könyve, amelyikben bizonyítja, hogy a latin nyelv is a ma magyarnak nevezett nyelv származéka. Kérem, ez az a nyelv a Kárpát-medencében született, ma is itt él, és a leágazása, hogy minél távolabb megyünk, annál inkább romlik. Legjobban a hunok őrizték meg, ők is nem mi vagyunk a hunokból, hanem a hunok, ami dédunokáink. Olyannyira, hogy egyrészt előkerült az Iszfahani kódex, dr. Detre Csaba dolgozta fel, és kérem, azt már elárulhatom, hogy előkerült egy hun eposz, 52 oldal van meg belőle, és a Detre Csaba ezen dolgozik most. Hát bizony nehézkesen, mert föníciai betűkkel lett leírva, ugyanaz a gond, mint itt, mutattam a latin betűkkel. Hát azt se lehet mondani, hogy nem magyarul van. Viszont az Krisztus születése előtt íródott le. Tehát ugyanígy kiderült aztán, hogy Szent Katonai Bálint Gábor, erdélyi cucor is széke, a székely mamák azért megtanították jól magyarra a gyerekeiket. Ő bebizonyított egyszerűen, sorolta a szavakat, mégpedig a dravida nyelv szavait, vagy annak egyik ága tamil. Azt kérem, tiszta, szép magyar nyelv volt annak idején, abból kis módosításra készítették el a szanszkrit nyelvet, mert az kicsit mesterséges nyelv. Tehát, hogy vég nélkül itt van előttünk bemutatható az összes tárgyi bizonyíték, ami igazolja, hogy ez a nyelv az emberiség ősnyelve, nem biztos, hogy az egyetlen, de ami a mai műveltséget létrehozta, tehát ez a nyelv hozta létre, ezen a nyelven beszélők hozták létre az ősműveltséget, és abból kerekedett ki a mai. Ez sokakat zavar érdekes módon, például az írásbeliség is hozzánk kötődik. Például volt a Millenárison az Álmodó Magyar, Világra Szóló Magyarok című kiállítás. Én is ott szerepeltem kilógatva, mint filmrendező. Én amikor ezt végignéztem, akkor döbbentem rá, hogy Jesszusom, mi maradt másoknak. Tudom, tessék megnézni, az összes alapgondolat a mi nyelvünket beszélők agyából pattan ki. Például a külföldre szakadt világhírű matematikusok mondják, hogy ja, hát kérem, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni. Az elején mutattam, hogy miért. És hogy ez mennyire így van, azt érzékel, azt bizonyítja az, hogy
mostani előtti kormány mielőtt hatalomra került, kerül, amiben kerül, azonnal eltüntette a kiállítást, lebontotta, nehogy a magyarok itt kihúzzák magukat. Kérem, ez a háború zajlik egyébként már nagyon-nagyon régóta, és csak úgy élhetjük túl, ha vannak ilyen alkalmak, hogy beszélhessünk mindenről. És akkor befejezésként, tehát még előtt még a kétszer a 6 vagy a 10 kormány volt, Frankfurtban a könyvvásáron Magyarország volt a díszvendég. Sokan szerették volna elérni, hogy erre az emberiség eredeti írásmódján vagy betűnjel, amivel lecsökkevényesedett például a latin ABC, az írásbeli, érteni a környező országok lakóinak önérzetét. Tehát azzal, hogy megmutatnánk, hogy nekünk van valamink, az a megbántunk mást. Akkor tessék ezt, ennek a logikáját végig gondolni. Nagyon sokat lehetne arról is beszélni, hogy nem csak a nyelvünk, az írásbeliség, gondolkodásmódunk, szokásunk egyedülálló, hanem mi ezzel tulajdonképpen élő dinoszauruszok vagyunk itt a Kárpát-medencében. Élünk. Tehát az őskor, távoli kőkor él bennünk, mindmáig, mi azok az emberek vagyunk. A legtávolabbi gének is még bőséggel megtalálhatók bennünk. És azt kell mondani, hogy minden hála, minden dicséret megilleti azokat, akik tesznek azért valamit, hogy ez megmaradjon, tudnik, ez a mi őrizzük az emberiség szellemi génbankját. Ahogy egy kopasznyakú tyúk, vagy egy nem tudom milyen elfuserált buzára és magra őrzik, védik, hogy az nagyon jó a gén maradjon meg, ugyanúgy kellene ránk is vigyázni, különösképpen a csángókra, akik élő maradványai az ősi világnak, na de Kárpát-medence mindig lakott volt, ám ne tessék elhinni, hogy üres volt bármikor, mert a játszma arra megy ki, hogy mi valamiképp menekülve idejöttünk, valami 895-ben, nem 896-ban, csak a millenniumi építkezések nem lettek készen, 95-re, és ezért a Tudományos Akadémia visszamenőleg egy évvel későbbre tolta az úgynevezett honfoglalást, ami nemzetellenes fogalom. Tudnék, erre azért van szükség, hogy a történelmi jogfolytonosságunkat elvágják a Kárpát-medencétől. Közben mi vagyunk itt az ősnép, az őslakók, a többiek, akik körülöttünk élnek, azok csak bocsássák meg, jött-mentek a 10-100 ezer évek szempontjából. 1500-1700 évvel ezelőtt olyan szláv nyelv nem is létezett, török nem is létezett, tehát értelmetlenség azt mondani, hogy mi vettük át. És egészen lezárásként még a török, hogy szóba került, hadd mondjam, hogy azt mondják, hogy a szavakat mi vettük át a törökből. A török a régi magyar egyik leány nyelve egyébként. Ezt is rettentő könnyű bizonyítani. Ideírok egy török szót magyar betűkkel, mármint helyesírással. Szücski. És ezt a Szöcske nevű élőlényre értik, csak hogy, és azt, hogy ezt átvettük a törökből. Csak hogy a szó gyöke a szök.
Már hogy szögdítsen, szögdel. Ebből keletkezett első változatban a szököső, és ez úgy képzelendő el, hogy mint a lépcső az lépeső, hágcső az hágosó volt az ősnyelvben, szököső, ebb összevonódott, nagyon jól követhető, szökcse, aztán hangátvetéssel, mint például a zacskó, az zsákcsó, zsákosó volt, kácsi helyet cserélt, és így lett a szöcske. Vagyis a török nem vehette, nem mi vettük át a törökből, hiszen ez mind magyar szó. Gyök is a szög, szögdécsel. Tehát a török, mire a törökbe került, akkor már a szög ősgyökünk megvolt, abból lett a szökösű, aztán kellett egy évezred, mire abból szökcse lett, és megint egy jó pár száz év, vagy egy évezred, hogy szöcske legyen, és akkor került csak a törökbe. Ez így végig lehet bogarászni, például kavarmak. Hát a kavar, az annyi, hogy kavar, a mak az az igen, a ni helyett szerepel. Csak hogy az a mak is megvan, hát az a, mit zümmög, brummog, stb. Az a mog, tehát valamit csinál. És ez a mog megvan ám az angolban is, ez a make, tesz, csinál valamit. Az ősnyelv, ne lepődjenek meg semmin. Az angol nyelv nem latin réteg, angol szók is nem latin rétegének, legalább 60%-a szép magyar szó. Tessék megnézni. Tehát ne a dumának higgyenek, hanem nézzék meg. Köszönöm szépen a figyelmet, valakinek kérdése van, örömmel válaszolok. www.szentkoronaradio.com Egy tiszta magyar hang.